Üdvözlöm Önöket! A Hetek Originals podcast adását hallják. A témánk az újonnan megválasztott brit miniszterelnök Liz Truss kormányalakítása lesz. Vendégem nem más, mint Magyarics Tamás, külpolitikai szakértő az ELTE tanára. Őt fogom kérdezni arról, hogy az Egyesült Királyság jelenleg egyébként belföldi és külföldi problémáktól is terhelt időszakában megérkező újdonsült miniszterelnök előtt milyen kihívások vannak. Üdvözlöm a műsorban! Jó napot kívánok! Első körben nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Természetesen ennyi van a megtiszteltetés. A hét elején révbe ért egészen pontosan július 7-e óta tartó választási folyamat. Ennek eredményeként pedig a konzervatív párt tagjai megválasztották Liz Trust új kormányfőnek. Úgyhogy akkor szerintem kezdjük is az új miniszterelnöknek a személyével. Mit érdemes tudni Liz Truss eddigi politikai pályafutásáról? Liz Truss nem a konzervatív pártba kezdte a politikai pályáját. Hogyha visszamegyünk a családjáig, hát nyilvánvalóan persze nem lehet semmi következtetés levonni a szülei politikai nézeteiből és az ő politikai nézeteiből. A szülei munkáspártiak voltak, sőt a munkáspárt bal oldalán helyezkedtek el. Ő maga, a liberális demokraták között kezdett el politizálni. Az egyetemen még meg is választották a liberális demokraták egyetemi csoportjának az elnökéül, és 1996-ban hagyta ott a liberális demokratákat. A libdemek, ahogy szokták őket röviden jellemezni, vagy röviden hívni, meglehetősen középutas, szabadkereskedelem hívei, és gyakorlatilag kicsit közelebb állnak társadalmi politikában a munkáspárthoz, gazdaságpolitikában pedig a konzervatívokhoz. De Liz Truss 96-ban átigazolt úgymond a konzervatívokhoz, és ott kezdte a pályafutását, sikertelen volt kezdetben, olyan szempontból, hogy nem sikerült a parlamentbe bekerülni, nagyvállalatoknál dolgozott, érdekes módon különben az egyik nagyvállalatnál, ahol dolgozott, az egyik úgymond főnöke vagy előjárója, Lord Robertson volt NATO főtitkár, de amúgy munkáspárti politikus, aki felfigyelt Liz Trussnak a tehetségére, és többek között ő bátorította, hogy lépjen politikai pályára. Végül is megalasztották a konzervatív párt egyik körzetében, és azóta több kabinetben töltött be tisztségeket, oktatásügyel foglalkozott, aztán a legutolsó pozíció pedig a külügyminiszteri pozíció volt Boris Johnson kormányába. Érdekességképp még el lehet mondani a korábbi pályafutásáról, hogy a britek életében, legalábbis az utóbbi években legjelentősebb eseménynél, a Brexit szavazásnál Liz Truss a maradáspártiak mellett volt, és az ő táborukat erősítette. De ahogy elmondta, a következő évben, 2017-ben rájött arra, hogy a Brexitnek a hatásai, negatív hatásai nem olyan óriásak, mint ahogy a maradáspárti sajtó, és sokan leírták azt a szavazás előtt, és most ilyen pillanatban ő is teljes mértékben a Brexitnek a híve, olyannyira, hogy többek között megígérte az utóbbi hetekben folytatott kampány során, hogyha megválasztják a konzervatív párt vezetőjével, és hát ennek megfelelően miniszterelnök lesz, akkor a következő időszakban, tehát 22-23-ban megpróbálja az Európai Unióval újra tárgyalni
azokat a kérdéseket, amelyekben elinni az eltérés a Brexit pártiak és az EU között. Hát meglátjuk, hogy ez milyen sikerre történik. Egy dologban mindenképpen Liz Truss úgymond a vonalban van, ez pedig az északi kérdés, ahol ő nagyon erősen pártolta azt, hogy a Boris Johnson kormány megpróbálja az Egyesült Királyság Vám területén belül tartani Észak-Írországot, gyakorlatilag szembe menve ezzel az EU-val kötött megállapodással, és ő volt az, aki az ünnezett 16-os cikkeit nagyon sokszor említette. Ez a cikkely lehetőséget ad arra, hogyha komoly politikai következményei lennének annak, hogy Észak-Írország kikerüljön a Nagy-Britannia, illetve az Egyesült Királyság Vám területéről, és úgymond kemény határ jönne létre Észak-Írország és Írország között, akkor annak komoly politikai következménye lennének, magyarul a nagypénteki vagy Belfast egyezmény kerülne veszélybe, és erre hivatkozva a kormány megváltoztatta egyoldalúan Észak-Írország státuszát ebbe a kérdésbe. Tehát ezt lehet tudni az előéletéről. Igen, már egészen sok mindent érintettünk, bizonyos szempontból egy kicsit előre is szaladtunk, úgyhogy én még visszautalnék arra a részre, amire egyébként így ön is utalt, illetve nagyon sok helyen lehet olvasni is arról, hogy Trussnak elég nagyfokú pragmatikussága van, illetve alkalmazkodó képessége, amivel így a közhangulatra igyekszik figyelni. Ezt akár nevezhetnénk egyébként egyfajta populizmusnak is. Van egy ilyen kérdésem, illetve ennek mentén átérhetnénk magára még a választási folyamatra. Ugyebár Truss ellenfele az utolsó körben Rishi Sunak volt, korábbi pénzügyminiszter. Miben látja ön a két jelölt kampánya közötti legnagyobb különbséget, és vajon mi volt a döntő rész abban, ami miatt a konzervatív párt tagjai neki szavazták meg a bizalmat? Az első kérdésre válaszolva Truss valóban pragmatikus több kérdésben, és hogy összekapcsolom az első és a második kérdést, többek között a kampány során olyan kijelentéseket tett, hogy nem hajlandó speciális csoportokat segíteni, úgymond például az energia válság kezelésébe, most viszont már arra hajlik, és valószínű ez lesz a politika, hogy a központi kormányzat 2500 fontba maximálja, vagy fagyasztja be az éves energia számlát az egyes háztartásoknál, és az összeget gyakorlatilag a brit kormány környékből próbálja fedezni, tehát ez korábban nem volt bent az ígéreteibe, illetve a politikájába, de egyértelmű volt, hogy a háztartásokat terhelni mindenfajta védőelnyő nélkül az energiáraknak a tényleg meredek emelését, az politikai öngyilkosság lenne. Ami a második kérdést illeti, Truss érdekes módon az első körben nem az első helyen volt, ugyanis először a konzervatív parlamenti képviselők voltak azok, akik szavaztak arról, hogy kimaradjon a versenybe, és hát most nem akarom elmondani az egész folyamatot, de hát addig szavaznak, vagy szavaztak, ameddig kettő jelölt nem maradt, és ezeken a szavazásokon Rishi Sunak mindig az első helyen végzett sokszor eléggé nagy előnnyel. Jelen pillanatban, hogyha összeadjuk azoknak a konzervatív parlamenti képviselőknek a számát, akik Truss támogatták, akkor csak kb. 47%-uk. Tehát a parlamenti képviselők között nem Truss volt az első számú jelöltem, Rishi Sunak. A végső döntés azonban a kb. 160 000-170 000 főnyi
konzervatív választók, illetve hát pártagoknak a kezébe volt, és ott kezdetől fogva Lisztrász jelentős előnye vezetett. Végül is nem akkor előnye nyert, mint amekkorát val indult, 65-70%-ot is mértek neki, végül 57%-ot kapott a szavazatokból, viszont ez azt is jelentette, és jelenti, hogy a konzervatív párt azért nem teljes mértékben akár a parlamenti képviselőket, akár a pártagokat nézve áll két rás mögött, tehát az egyik nagyon fontos feladata az lesz, mint pártelnök, hogy a Tori pártot egyesítse és megfelelő formába hozza a következő parlamenti választásokra, amelyek legkésőbb 2025. januárban, de valószínűleg 2024 végén lesznek. A két jelölt közötti különbség többek között az volt, hogy Trász kezdettől fogva kampányolt az adócsökkentés mellett, független attól, hogy most a személyi jövedelemadóról van szó, vagy pedig a vállalati adóról, a vállalati adón gyakorlatilag nem a csökkentés mellett kampányolt, hanem amellett kampányolt, hogy azt ne emeljék 19-20%-ra, mint ahogy kezdetben szó volt erről. Ellenezte azt, hogy a forgalmi adót csökkentsék, most azt is elfogadta. Rishi Sunak viszont egy olyan gazdaságpolitikát tárt a választók elé, amely inkább az inflációt próbálja, vagy próbálta volna megfékezni. Ő az adócsökkentést sokkal óvatosabban vezette volna be, azt a fajta adócsökkentést, amit Lisztrász azonnal megígért, ő azt a következő parlamenti ciklus végéig tartotta megvalósíthatónak, ez 2029 lett volna, vagy lenne a szabályok szerint. Ezen kívül Sunaknak egy hátránya volt, mégpedig az, hogy ő volt az első, aki lemondott a Johnson kormányzatban, és ez elindított azt a lavinát, ami Johnsonnak a lemondásához vezetett, és nagyon sokan a párton belül úgy gondolták, hogy Sunak időzelben hátba szúrta a főnökét, és hogyha megnézzük többek között azt a felmérést, ami azt kutatta, hogy a tori szavazók közül hányan szavaznának még mindig Boris Johnsonra, 48-49% úgy gondolja, hogy kár volt lemondatni Johnsont, és volt egy olyan felmérés, amely szerint Johnson akár Trász, akár Sunak ellenében győzött volna, hogyha indul újra. Tehát neki volt egy ilyen bizonyos mértékben személyes problémája is. Ezen kívül a Trász csapat rájátszott arra, hogy Sunak és felesége a leggazdagabb britek közé tartozik. Aztán 700 millió a fontos vagyonuk van, ami még nem lett volna elég idézőjelben, hanem ami különösen visszatettő volt sokak szemébe az, hogy a felesége nem indiai származású, úgyhogy mint Sunak, nem Nagy-Britanniába adózik, és hát az úgynevezett non-domicil adózás az a britek szemébe egyfajta szárka, főleg ilyen nehéz időkben. A választást végül mégiscsak úgy akkor Trász nyerte meg, és a tegnapi napon pedig második Erzsébet brit királynő már ki is nevezte, illetve megbízta őt az új kormánynak a megalakításával. Már eléggé sok aspektusban kitért rá, hogy milyen nehézségek közepette indul a kormányzása. Én azért még rákérdeznék, hogy ha már így a Brexitről is esett szó, akkor így a külpolitikai vonalon maradva, akkor az orosz-ukrán háborúhoz kapcsolódó, milyen kapcsolódó álláspontja van az új miniszterelnöknek? Ebben a szempontból Trász és Sunak között nem volt különbség, mind a kettő úgymond kemény vonalas, és sokat mond Trásznak a politikájáról, hogy miután hivatalosan miniszterelnök lett tegnap, az első telefonhívása a külföldi vezetők közül Zelenszkijhez ment.
és Zelenszky meghívta a Ukrajnába Trust, aki elfogadta a meghívást. Nyilvánvaló, nagyon fontos szimbolikusan is az, hogy egy új kormányfő, államfő hova látogat el először, hogyha a Lisszász először Ukrajnába látogat, ennek nagyon nagy jelentősége lesz. De gyakorlatilag, ahogy mondtam, a két jelölt közötti különbség ilyen szempontból teljesen lényegtelen volt, és hozzá kell tenni azt, hogy Trásznak a legfőbb tanácsadói, legalábbis az úgynevezett senior a posztokon levő emberek, elsőbb a James Cleverly külügyminiszter, ugyancsak hasonlóképpen kemény vonalas Oroszországgal szemben, hasonlóképpen Kínával szemben is különben, tehát azt lehet várni, hogy ilyen szempontból a Johnsoni politika folytatódni fog, hiszen végül is Liz Truss külügyminiszter volt, és hát ez azt jelentette, hogy azért legalábbis nagy vonalakban, hogyha talán nem is mindenben, elfogadta Boris Johnsonnak a politikai állásfoglalásait kül- és biztonságpolitikában. Ha már így többször emlegettük a korábbi miniszterelnököt, Boris Johnsont, akkor utalnék az ő kedreggeli búcsú beszédére, amiben egy gyorsító rakétához hasonlította magát, amely feladatát betöltve most szépen visszaereszkedik a légkörbe, és észrevétlenül belecsobban a vízbe a csendes óceán egy elhagyatott, rejtett zugában. Ebből természetesen sokan arra következtetnek, hogy amúgy visszavonul majd a brit politikának a frontvonalából. Eközben azonban Szabó Barnabás, a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője arról beszélt, és igazából az ön szavaiból is azt veszem le, tulajdonképpen konkrétan ki is mondta, hogy Liz Truss éppen a Johnsoni irány megtartásával nyerte el a konzervatív párt tagjainak a bizalmát, és engem ennek fényében az érdekelne, hogy akkor várhatóan hogyan alakul majd Johnsonnak így a további politikai pályafutása, hogy látja ön most a politikus helyzetét? Johnson valóban, hogyha ezt a matematikát használjuk, egy gyorsító rakéta volt, a Brexit tárgyalásokat gyorsította föl, és végül is hozta tető alá. Ez más kérdés utána, hát mert korábban beszéltünk erről, egy oldalon szerette volna, és akarta is megváltoztatni a megállapodást egyes helyeken. De minden esetre ez mindenképpen az egyik eredménye. A másik eredménye, hogy nagyon jelentős többséggel Tori győzelmet aratott a választásokon. Azért nem szabad elfelejteni azt, hogy Theresa May-nek csak egy nagyon szűk többsége volt, viszont a konzervatív többség az nem kb. 80 fős, ami nagyon kényelmes többséget biztosít a mindenkori miniszterelnöknek, Tory miniszterelnöknek, tehát ez is egy nagyon komoly eredmény. Most az, hogy ő visszavonul teljesen, ezt sokan némi kétségek között fogadják. Igaz, hogy ezt a metaforát használta, viszont kitért egy római politikus is Cincinnatusra. Ugye az 5. század, Krisztus 5. században működött, és hát arról vált nevezetessé, hogy egy különleges jóka felvázott diktátor lett, amikor Róma veszélybe forgott, és úgymond ezeket szarva mellől hívták Rómába, hogy védje meg a köztársaságot. Amikor ezt megtette, utána visszavonult a birtokára, tehát lehet, hogy Johnson erre utalt, viszont Johnsonról tudni kell, hogy ő azért nagyon tájékozott történelembe, és a Cincinnatus történetnek a második része, amit nem sűrűn idéznek, azt, hogy a Cincinnatus másodszor is visszahívta a római köztársaság, hogy mentse meg a köztársaságot, másodszor is megmentett, és úgy, hogy visszatért a földművelő földműveléshez. Tehát
elkezdett egyfajta kicsit kétélű volt ez a Cincinnatushoz való hasonlat, és talán benne volt az is, hogy elképzelhető, hogy visszatér. Az biztos, hogy ilyen pillanatban a Lisztrásznak nem lesz egyszerű a helyzete, mert ahogy említettem korábban, a parlamenti képviselőknek csak egy kisebbsége támogatta eleve az ő vezetői ambícióit. Másodszor pedig a Johnson kormány tagjai, mások is az úgynevezett erős emberek közül, hát természetesen Johnson, de hát mások is, Sunak és Dominic Raab, és sok mindenkit lehet még mondani. Most a hátsó padokra kerültek, a backbencherek lett, és ahogy szokták mondani, hogyha ilyen emberek ülnek valaki háta mögött, akkor hátrafelé is kell, hogy nézegessen, és ne csak szembe, hogy mi történik az ellenzék padsoraiba. Tehát Trussnak nem csak mint miniszternek lesz azért eléggé nehéz dolga, hanem pártvezetőként is azért nagyon figyelni kell arra, hogy történik a pártjában, és hát nyilvánvaló, hogy a legfontosabb dolga ilyen pillanatban, hogyha ezt az aspektust nézzük, hogy a választásokra, azaz 2024 végére, vagy 2025 elejére annyira megerősítse a pártot, hogy a jó eséllyel szálljon szembe a munkáspárttal, amely különben a jelenlegi felmérések szerint kétszemjegyű vezetésre tett szert, egyes felmérések szerint 46-29 arányba vezet a konzervatívok előtt, de hát még nagyon hosszú időt fog eltenni a választásokig, és Lisztrásznak az egyik feladata az lesz, hogy ezt a nagy különbséget ledolgozza, és a konzervatív párt, ahogy mondtam, jó esélye tudjon versenyezni a munkáspárt a következő általános választásoknál. Igen, egyébként pont erre akartam utalni, illetve megkérdezni zárásként, hogyha akkor így összegyúrjuk az eddigieket, hogy mind külpolitikailag, mind bápolitikailag egy eléggé terhelt környezetben kezdi meg a kormányzását Truss, hogy egy ilyen kedvezőtlen helyzetben egyébként vajon lehetséges lesz neki a választók bizalmának elnyerése, vagy egy rövidívű miniszterelnök éténkedést várhatunk majd tőle, de mint ahogy utalt rá, 2024-ig még azért lesz neki ideje, hogy ezen dolgozzon. Esetleg még ezt hozzá tud tenni valamit, vagy most inkább ne bocsátkozzunk bele ilyen jóslatokba? Hát még azt lehetne ebbe az egész kérdésben, vagy kérdésből elmondani, hogy a Toriknak a többsége azért elég szkeptikus, vagy a konzervatív pártnak a támogatói, választói nyilvánvalóan, akik most megválasztották 50-100 ezer főnyi Tori pártag, de hát egyértelmű, hogy a konzervatív pártnak több milliós szavazó bázisa van. Tehát az ő támogatásukat kell elnyerni ahhoz, vagy legalábbis a döntő többségét. Különösen olyan helyen, mondjuk Közép-Angliában, vagy az ipari körzetekben, amelyeket a Tori elhozott a munkáspárt, az úgynevezett vörös fal, tehát ott jó kell, hogy szerepeljen a konzervatív párt, hogyha nyerni akar 2024-25-ben. Ezen kívül hát természetesen attól függő politikai sorsa, illetve a konzervatív párté, hogy a gazdaságot tudják újra növekedési pályára állítani, hogy a energiai kérdést meg tudják-e oldani, hogy az egészségügyi reformot végre tudja hajtani, hogy az ígért infrastruktúrás beruházásokat meg tudják-e csinálni, hogy ugyancsak az ígért
migrációs kérdést meg tudják-e oldani. Ebben az évben már 26 ezer illegális bevándorló érkezett Nagy-Britanniába Franciaországból, tavaly egész évben ez csak 28 ezer, hogy tudják-e oldani az EU-val a fönnálló kérdéseket, hogy ezen belül többek között mi lesz Észak-Írország és Skócia sorsa, a skótok jövőre egy népszavazást akarnak tartani, a függetlenség, tehát rengeteg olyan kérdés van, ami megoldásra vár, és hát természetesen attól függ, hogy 2024-ben vagy 25 elején a konzervatív pártnak és Lisztrásznak sorsa, hogy ezek közül a kérdések közül mit és milyen mértékben tud megoldani, hogyha kevesebbet, akkor nincs túl sok esélyük, hogyha többet, akkor meg jó esélyük lesz. Én nagyon szépen köszönöm. Magyarics Tamás külpolitikai szakértőt, az ELTE tanárát hallották a Hetek Originals vendégeként. Én még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket, és a hallgatóknak pedig megköszönöm a figyelmet. Nagyon szívesen, viszontlátásra!